waters, a roaring fire, cotton candy skies. This feeling takes me higher, I've never known why. I've got it in my bones to live and to learn. This feeling takes me home, gonna let it burn. Nagyon örültem ezeknek a témáknak, mert hogy mindegyik olyan, hogy közel áll a diákokhoz. És az én diákom kifejezetten ezekre az elmélkedő hétköznapi témákra készült. Igazából az első és legfontosabb indok talán, ami miatt annak idején elkezdtem versenyezni ezen a versenyen is, az volt, hogy van szóbeli forduló, és mindig is nagyon szerettem beszélni, és kíváncsi voltam, hogy egy ilyen kötöttebb formában is vajon képes vagyok erre, és hát miután a megyei fordulón sikerült jól szerepelni, így most idén másodjára jöhettem az országos versenyre. Nem éreztem egyik témát se kifejezetten nehéznek vagy könnyűnek, inkább csak másmilyennek, de szerintem minden típusú ember tud magának találni számára megfelelőt, amit ő szépen el tud mondani. Thinking back to the good old days, sleeping by the flame. A hármas téma az a tankönyvekkel kapcsolatban volt. Meg kellett határozni, hogy milyen szempontok fontosak egy tankönyv összeállításánál. És úgy gondoltam, hogy nagyjából sikerült összeszednem pár fontos elemet. Viszont egy kicsit túlhúztam talán az előadást. Lehet, hogy a 3 perc nem volt elég, de remélhetőleg majd pozitív lesz az eredmény. Az első témát választottam, ami arról szólt, hogy bele lehet-e szólni mások életébe, vagy nem. És úgy éreztem, hogy ez áll legközelebb hozzám, és mivel fejtegetés volt, ezért úgy gondoltam, hogy erről fogok beszélni, mivel szeretek fejtegetni, és ez megy legjobban. Akinek nincs fantáziája, az annak talán unalmas lehet az olvasás. És hát ez egyértelmű, hogy a film esetén a film megnézése kevesebb energiát igényel, ugyanis tisztán látjuk, hogy mit kellene értelmeznünk a történetből. A vitaindító műfajában elsősorban az a fontos, hogy az ember objektív képet adjon a hallgatóságnak, hogy aztán ők tudják eldönteni, hogy nekik melyik a megfelelő döntésük, melyiket választanák, és ez alapján szerintem nem feltétlenül előnyös, hogyha az embernek megjelennek benne saját gondolatai is, és saját véleménye is.